Hello srácok, ez itt a Gaming is Fun. Örülök, hogy itt vagytok már majdnem 3,5 százan. Ha jól láttam, utoljára 329 feliratkozó volt. Ezt szívből köszönöm nektek, de ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy holnap a véres novemberen ott leszek, és arra szeretnélek titeket kérni, hogyha elutaztok oda, vagy csak simán megnézitek a gálát, akkor szeretném, hogyha találkoznánk, ez lenne az első eset, hogy személyesen is találkozhatunk, és nagyon örülnék neki, tudom, hogy van pár Pankráció rajongó itt a csatornán, akik esetleg a WWE 2K17 karriermód sorozattal kapcsolódtak be, de mint tudjátok, én a magyar Pankrációt is imádom, nem csak a WWE-t, és ezért ott leszek a véres november 7-en, ami a, hát jelenleg ebben a hónapban biztos, hogy Európa legnagyobb gálája, de talán egyébként is, mert a függetleneknél, max még a Progressben van Angliában, nagyobb dolog, mert ez a HCV-nek a signature show-ja, vagyis ami a WWE-nek a WrestleMania, nem hiába ez megy a legrégebb óta, már 7 éve minden évben megrendezik. És hát azt kell tudni, hogy nagyon durva dolgok történnek ott, tehát lesz üvegtábla meccs, lesz death match, lesz war match, nagyon durva dolgok fognak történni ott neoncsövekkel, húspálcákkal, tűzőgépekkel, létrákkal, kendobotokkal és sok olyan dologgal, amit nem is gondolnánk, hogy mint támadó eszközt bevetnek a birkózók, ami ugye a hardcore-t jelenti, és a hardcore a szakmának a legalja, nem a legteteje, hanem a legalja. De a HCV-nek az alapja, tehát a HCV, amikor elkezdett működni, akkor tulajdonképpen a H nem csak a Hungarian-t jelentette benne, hanem a hardcore-t is. Ezért a véres november ilyen ikonikus, mert régen minden gála ilyen egymást felvágjuk, mint a disznót gála volt. Szerencsére most már hangsúlyt fektetnek a sztorira és a technikai birkóra is, ami nagyon örvendetes, viszont jó visszatérni az alapokhoz, ami a véres hardcore. Úgyhogy holnap ebben a sapkában és ebben a pólóban, aminek a hátulján pedig ez van, tehát ez egy basic HCV-s póló, keressetek meg engem. Nem tudom, szünetekben általában a merch asztaloknál szoktam lenni, vagy hát figyeljetek a lelátón is, és hát remélem, hogy találkozni tudunk, és tudunk pár szót váltani, rendkívül jó lenne, de hát addig is gaming is fun, és sziasztok!